Áldás békesség! Szeretettel köszöntök mindenkit vasárnap délelőtti Isten tiszteletünkön. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővelkedjetek reménységben a Szentlélek ereje által. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, Isten tiszteletünknek a kezdetén fennálló énekkel magasztaljuk a mi Urunkat a 23. Zsoltár első versével. A 23. Zsoltár első versét énekeljük, amely így kezdődik: az Úr én nékem, őriző pásztorom, azért semmiben meg nem fogyatkozom. A gyülekezet foglalja el a helyét. Dicsérjük tovább énekléssel a mi Istenünket. 164. dicséretünknek az első két versét fogjuk énekelni. 164. dicséretünknek az első verse így kezdődik: kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igét hallására.
A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és igazgat mindeneket. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, ha veled kezdhettük ezt a mai napot. Köszönjük a te hűségedet, amit ma is és az elmúlt héten megmutattál nekünk. Adj nekünk külsőleg is, meg bent a szívünkben is, és gondolatainkban is igazi csendet. Köszönjük, hogy a te életet támasztó szavad halk és szelíd szó. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy te magad hívogattál magadhoz minket. Köszönjük, hogy pontosan ismered mindannyiunk helyzetét, ismered hitünket és hitetlenségünket, ismered terheinket, nyomorúságunkat, bűneinket és sérelmeinket. Köszönjük, hogy te tudsz adni bocsánatot a vétkekre, szabadulást minden gondból is, azt a békességet, amit rajtad kívül senki mástól nem kaphatunk. Ajándékozz meg minket most a te igéddel. Tedd számunkra egészen személyessé a régi igét. Add a te szent lelkedet, hogy magunkra vegyük azt, és a mi életünkben is azt az újat formálja, amit te bármelyikünkben el tudsz végezni. A te jelenléteddel szenteld meg gyülekezetünket. Amen. Hallgassuk meg Istennek írott igéjét úgy, ahogyan a Márk írása szerinti evangéliumban van elénk adva a 8. fejezet 34. versétől a 38. verséig. Olvassuk együtt a kivetítő segítségével. Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik: ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti az életét én értem, és az evangéliumért megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, de élete veszendőbe megy? Mert mit is adhatna az ember váltságdíjul az életéért? Mert ha valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az ember fia is szégyelni fogja, amikor eljön atya dicsőségében a szent angyalokkal. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! A napégék sorában a Márk evangéliumát olvasok, és ezt az ige szakaszt, ha a Jóisten megtart bennünket és élünk, akkor 3 nap múlva olvashatjuk. Éppen ezért egy kicsit előre tekintünk, és próbálok valamilyen segítséget adni ahhoz, hogy ne csupán halljuk, hanem értsük is. A felolvasott igében az evangélium 8. fejezetének egy folyamatos, lépcsőzetes kibontakozását tapasztaljuk meg. Ebben a fejezetben ott van a 4000 embernek a megvendégelése, ezzel kezdődik. Egy olyan csodával, amikor a nagyon kevésből nagyon sok lesz, és az emberek szívében, gondolatában a Jézus ügy elérkezik a tetőfokra, hiszen olyan csoda ez, amit senki nem tapasztalt korábban. És ott van a vágy, és ott van az indulat, hogy Jézusból valami hőst, valami nagy vezért kreáljanak. A 4000 megvendégelése után még egy csoda következik, a bécsajdai vak meggyógyítása. Ugye ez is a természeti erők fölött való uralom. Ez csak erősíti azt, amit eddig láttak, amit eddig átéltek. És lépünk még egy történetet. Jézus ezek után igyekszik leszűretni mindazt, amit átélnek együtt, és megkérdezi a tanítványokat, hogy na, akkor ezek után ti kinek mondtok engem? És Péter az, aki azt mondja, hogy hát te vagy a Krisztus. Tehát a 8. fejezetben elérünk ide, hogy az, amit Jézus tesz, az a csoda tömeg és dömping,
az meghozza a lelkekben és a gondolatokban megérleli a felismerést. Te vagy a Krisztus. A Krisztus egyébként azt jelenti, Istentől való szabadító. Isten, aki szabadít. A szabadító Isten emberek között. Tehát az emberek között az Isten. Ezt felismeri Péter, de rögtön utána, miután Jézus azzal, hogy elmondja, hogy ennek a Krisztusnak az a dolga, az a küldetése, ő úgy lesz szabadító, hogy az emberekért önmagát fogja adni, mert a bűn büntetést érdemel, és az Isten előtt a saját bűneinkért egyikünk sem tudunk helytállni. Azt kell, hogy mondjam, hogy a bűneink elszámoltatása miatt mi koldus szegények vagyunk, és Jézus azért jött, hogy helyettünk áldozatot hozzon, és ez csak szenvedésen keresztül megy. És akkor ugyanez a Péter, aki az imént még fölfedezte a nagy titkot, ugyanaz a Péter, aki az előbb még azt mondta, te vagy Krisztus, most megdorgálja, számon kéri, és megfenyíti Jézust, és azt mondja, nehogy már, a Krisztus nem szenved. És ennek a Péternek azt kell mondani a Jézusnak, hogy távozz tőlem, Sátán. Ezek után, mert így kezdődött az ige, ezek után mond valamit Jézus. Elérkezünk tehát oda, hogy kicsoda Jézus, a csodák segítenek, elmondja, hogy ő neki mi a szolgálata ebben a földi létben, és ezek után mondja el a fölolvasott igeversekben, hogy mi a te feladatod. Mi az én feladatom? Hogy mi az Isten országa dolgában melyik funkciót, melyik munkafeladatot kell, hogy ellássuk. És ez nem más, mint öt nagyon fontos dolog. Mint egy mozaik, összeállít egy képet öt nagyon fontos mondattal Jézus, hogy mi a mi feladatunk. Miután megértettük, hogy kicsoda Krisztus, megértettük, hogy mit csinált, megértettük, hogy ő ebben a földi létben mit tett le az asztalra, most jövünk mi, és öt nagyon fontos mondatban, öt mozaik darabbal állítja össze Jézus a tanítványok feladatkörét, életprogramját. Az első, hogy kövesd. Meg is mondja, ha valaki engem akar követni, ez az első, követni kell. Mit jelent Jézust követni? Manapság nagyon sokan szurkolnak Jézusnak. Nagyon sokan becsülik és tisztelik őt, nagyra tartják. De Jézusnak nem erre van szüksége. Jézusnak követőkre van szüksége. Az előző képet, ha visszahozzuk, akkor lehet látni, hogy lábnyomok vannak. Valaki jár előtted, és követni kell. Az ő lábnyomát kell figyelni. Ezt jelenti követni. Követed őt? Vagy csak tiszteled és elismered? Ez kevés. Van ez a bizonyos lübecki Krisztus szobor felirat, ez Jézus panasza. Ha végig olvassuk, gyorsan le tudjuk mérni a saját életünket, hogy hol tartunk. Ami vastaggal van, azt Jézus kérdezi, és megfogalmazza, és ehhez képest hozzáteszi a valóságot. Nézzük együtt. Ti mesternek hívtok. Nagyszerű. Így is van jól. De ha annak hívtok, jön a probléma. Nem kérdeztek engem. Hát milyen mester az, akit nem kérdezünk meg? Útnak neveztek. Nagyon fontos. De azt látja Jézus, hogy
nem jártok rajtam. Világosságnak hívtok, nagyon fontos, de mégsem néztek rám. Életnek neveztek, de nem kerestek engem. Bölcsnek hívtok, és nem követtek engem. Hatalmasnak neveztek, és nem kértek engem. Irgalmasnak mondotok engem, de nem bíztok ebben az irgalomban. Igazságnak mondtok engem, de mégsem féltek tőlem. Értjük ezt az ellentmondást? Értjük ezt a feszültséget? És Jézus azt mondja, hogy nekem ez kevés, hogy mester vagyok, út, világosság, és az én igéimet mantrázzátok, az kevés. Kövessetek engem. Mindaz, ami a másik oldalon van, annak az ellentetje, az ellenkezője legyen igaz. Nyugodtan kérdezzetek engem, nyugodtan járjatok én rajtam, nyugodtan nézzetek rám, hogy merre megyek, kövessetek engem, kérjetek tőlem bármit, bízzatok bennem és féljetek tőlem. Ha ezek közül valamelyik hibázik, akkor gond van a követéssel. Márpedig ez még csak az első momentum és az első mozaik darab. A második, olvastuk az igében, tagadja meg magát. Aki követni akar engem, tagadja meg magát. Nem letagadnék el, nem megjátszani kell, abban egész jók vagyunk. Nem arról van szó, hogy ki kell vetkőzni magunkból, én Kunc Tibor vagyok. Én a hétköznapokban is ugyanúgy lelkipásztor vagyok. Nem szabad kivetkőzni, nem szabad egy skizofrén állapotot létrehozni. Hogy úgy gondoljuk és úgy érezzük, hogy itt meg kell felelni, meg kell tagadni magunkat, föl kell venni valami olyan pozíciót és olyan pózt, amire azt mondják a többiek, ez igen. Hanem azt mondja Jézus, határolódj el, és tagadd meg azt, ami a te valóságos, origin, bűntől áthatott lelkületed. Elmondom, mire gondol itt Jézus. Ismerős a történet a gazdag ifjúról? A gazdag ifjú történet arról szól, hogy van egy zseniális fiatalember. Tele van a zsebe, tele van az élete értékkel. Jézus még mondja is, hogy de kedves. És azt mondja neki Jézus, hogy egyetlen egy gond van, hogy te tökéletes légy, hogy ezt a hatalmas vagyont, ami nem tudjuk, hogy jött össze, oszd szét a szegények között, és örök életed lesz. És elmegy a gazdag ifjú, és esze ágában sincs. Mert ő nem tagadhatja meg magát, hogy ő szereti azt a pénzt. Ez a bizonyos önmegtagadás, amikor tudom, hogy valami bennem hiba, de úgy gondolom, hogy az az egy még belefér. Tagad meg magad. A bűneidet, a hibáidat, tagad meg, ne dédelgesd, ne mondd azt, hogy másnak is van, ne kicsinyítsd, ne kezd el úgy mondani, hogy amikor élek a hétköznapokban, akkor nem erre gondolok. Néha kijövök a sodromból, néha csinálok butaságot, de a nagy átlagban én nem vagyok rossz. Ezt írja az apostolok cselekedete. Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek. Hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit messiáson rendelt. El kell fordulni tőle. Ez a megtagadás. Ugyanaz az ember vagyok, csak most már annak mondok nemet, ami elválaszt a hittől, elválaszt a kegyességemtől, elválaszt a szentségtől. A harmadik dolog a kereszthordozás.
De itt azt mondja Jézus, mindenki vegye föl a maga keresztjét. Ne azzal a kereszttel tessék szíves lenni, büszkélkedni, mert ez a kereszt azt jelenti szenvedés, ami az életünkben vagy a mi hibáink, vagy mások miatt került az életünkre. Hanem azt a keresztet kell hordozni, ami a keresztény életünkből fakad. Itt is hívő emberek hordozzák a keresztjüket. Mindenkinek ugyanis van a saját keresztje. Áldozat nélkül nem megy. Szenvedés nélkül nem megy. Ha a kereszténységedben semmiről nem kell lemondanod, a kereszténységedben nincsen semmi harc és küzdelem, akkor nem hordod a keresztet. Kereszt lehet például egy kapcsolat. De az az Istentől való kereszt lehet, hogyha ő vezette hozzád azt a másikat. Kereszt lehet egy gyermek. Mert a gyermek nem azt csinálja, amit te álmodtál meg, de attól még ő a te gyermeked. Kereszt lehet egy munkahelyi közösség. Tanultál, lediplomáztál, ott a munka fölvettek, szívesen csinálnád, de nem jönnek össze a dolgok. Vagy föladod, vagy hordozod a keresztet. A negyedik dolog, vigyázni kell a lelkünkre. Erről szól Jézus. A negyedik jellemvonása egy keresztény embernek, hogy foglalkozik a lelkével. És itt vannak a bajok. Mert nagyon sokan a lelkükkel törődnek a legkevesebbet. Van egy pszichológus, úgy hívják Erich Fromm, azt mondta ez a zseniális pszichológus, megértettem az embert. Az embernek a legfőbb jellemvonása, a legfőbb szellemi, lelki muníciója, és ez határozza meg a világtörténelmet, hogy uralni akar mindent. Uralni. Maga alá gyűrni. Kapcsolatban is, munkahelyen is, országok között uralomvágy van bennünk. És azt mondja, ugyanez a pszichológus, és azt is megértettem, hogy miközben az ember világ az uralomra tör, egyetlen egy dolgot nem tud uralni, a saját lelkét. Nem tud uralkodni magán. Jézus azt mondja, hogy aki az ő követője, az vigyázzon ám a lelkére is. Próbáljon a lelkével gondolni, mert megnyerheti az egész világot. De a lelke közben kárt vall. Egyszer megkérdeztek egy embert, akinek sok-sok milliárdja volt, sok-sok autója, fantasztikus élete, csak mindenki elhagyta. Egyetlen egy normális éjszakája nem volt. A NAV állandóan ott sündörgött körülötte. A bérgyilkosok, meg az emberrablók azok sorszámot húztak. Gyermekeit nem tudta járatni az iskolába, mert mindig attól félt, hogy ott valami történik vele, a pénze miatt. És megkérdezték tőle, na, mibe került ez a hatalmas palota és ez a vagyon? És ő azt mondta, a lelkembe. És ennél keserőbb dolog nincs. Amikor elérsz valamit, amiért törtél, zúztál, tapostál, és aztán kiderül, hogy a legnagyobb árat fizetted érte. A lelkedet. Mert a lelkünk az, amit nem lehet visszaépíteni, nem lehet megvásárolni, azt nem lehet a bankban bezárni. Ha kárt vall, akkor elveszett. És végezetül pedig azt mondja Jézus, ne szégyelj. Ne szégyelj engem. Én próbáltam megfejteni, hogy mi lehet az oka
annak, hogy szégyelljük Jézust. A látott kép az éppen most 2021. július csillagpont Debrecenben. 2500 fiatal ott volt Debrecenben, és dicsérte Jézus Krisztust. 2500 egyetemista, főiskolás, vagy éppen középiskolás, vagy fiatal felnőtt, diplomásan, úgy gondolták, hogy ki kell állni Jézusért. Ebben a városban papíron 5000 református van. Papíron 2700 római katolikus. És vajon mit lát ebből a hatalmas számból a fönnmaradó 12 és fél ezer ember? Jézus Krisztus azt mondja, aki szégyel engem. Vajon miért nem vagyunk büszkék arra, hogy keresztjének vagyunk? Vajon miért nem hirdetjük fennen? Miért nem vállaljuk föl? Miért van az, hogyha van egy párbeszéd, ha van egy társaság, és ott elkezdi valaki mondani, hogy te szoktál templomba járni, akkor föltesszük a kezünket. Nem, néha elmegyek, de hadd örüljenek. Ez miért van? Megvan a megfejtés. Van egy történet, ahol egy nagyon híres apostol, már idéztük, Péternek hívják, amikor Jézust elfogták, akkor háromszor letagadja, hogy ő valaha is találkozott volna vele. Mi közön van hozzá? És amikor ennek a háromszoros tagadásnak jön a föloldása, amikor jön majd a feltámadás után, hogy elszámoltatja őt ezért Jézus, akkor emlékszünk rá, hogy mit mond neki, mit kérdez. Segítek. Én mit mondtam volna? Na mi van, Péter? Féltél? Mi van, Péter? Úgy gondoltad, hogy nincs belőle haszon, hogy ismersz engem? Mi van, Péter? Meg akarsz felelni a többségnek? Jézus a következő kérdést teszi föl. Szeretsz-e engem? Mert kiderül, hogy a szégyen, és az, hogy szégyellünk valakit, az azt jelenti, hogy nem szeretjük igazán. Úgyhogy ez a baj velünk, testvér. Ez a baj. Mert a szeretetben nincs szégyen. Ha én valakit szeretek, akkor is büszke vagyok rá, hogyha mondjuk nem nyert meg 8 olimpiai bajnokságot. Lehet, hogy csak egyszerű ember, lehet, hogy a hétköznapok hőse, vagy még az sem. De ha szeretem, akkor biztos, hogy megfogom a kezét, biztos, hogy át fogom ölelni. Bárki előtt, mert szeretem. Aki szégyelli Jézust, szégyelli a hitét, szégyelli a vallását, az nem szereti. Kezdjük itt. És legyünk őszinték. Ha valaki nem jár a templomba, akkor nem azért nem jár rám, mert rengeteg dolga van, néha az is előfordul, hanem azért, mert nem szereti. Nem szereti a templomot, nem szereti Jézust, nem szereti a vallását, amiért egyébként az ő ősei meghaltak volna. Látjátok? 5 mozaik. Ebből, ha az egy hiányzik,
ahhoz már 80%-os teljesítés. Csak Jézusnál nincsen százalék. Jézusnál csak 100% van. Mit mond? Azt mondja, ez a dolgotok, ez az öt. Nézzük át még egyszer, hogy ne felejtsük el. Kövesd! Figyelj rá! Keresd! Hallgasd! Tagadd meg magad, hogy majd te, meg jól van az úgy. Hordozd a keresztet, ha az éppen a hited miatti kereszt, hordozd, fogadd el, ne lázadozz. Amerikában, nem tudom, járt-e valaki önök közül, Amerikában vannak ilyen keresztény performanszok. Valamikor pont a nagypéntek környékén beöltöznek és végigvonulnak az utcákon egy keresztel a hátukon. Csak tudjátok, mi a nevetséges? Hogy a hátsó részén ott egy kerék van. És így vonulnak szépen végig. Milyen kereszt az? Milyen súlya lehet annak? Vigyázz a lelkedet minden nap. A lelked jólétére tessék odafigyelni. Környezetvédelem, állatvédelem, fajvédelem, minden van. Lélekvédelem miért nincs? És végül, de legutolsó sorban, szeressük már a hitünket. Legyünk rá büszkék. Én nagyon büszke vagyok. Szeressük már ezt a templomot, itt mindenki elámul, ájulgozik, amikor ide érkezik, akárhonnan. Itt mindenki hanyatt esik, hogy micsoda gyönyörű templomunk van. Mi miért nem tudjuk úgy szeretni, mint azok, akik idegenből jönnek? És szeressük Krisztus, szeressük az ő igéjét, amit hallunk. Mert ennek a bizonyos lübeki beszédnek van egy utolsó mondata, a lübeki feliratnak, annak a, tudjátok, a keresztre felírt krisztusi panasznak. Így hangzik. Ezek után nem kérdeztek, de ha egyszer örökre elvesztek, ne engem okoljatok. Mert azt mondja Jézus, hogy aki ezt nem csinálja meg, ő el fog jönni, és le fog bennünket tagadni. Ő is meg fog szégyelni bennünket. És nem lesz örök életünk. A kárhozatba jutunk, a teljes megsemmisülésbe. Úgyhogy kedves testvéreim, egy kedves presbiter társunk kedves igéjét, pontosabban énekét mondom, idézem. Hadd menjek Istenem mindig feléd, fájdalmak útjain mindig feléd. Ó, sok keresztje van, de ez az én utam, mert hozzád visz, Uram, mindig feléd. Amen. Fölemelkedve a helyünkről mondjuk el Jézusunk imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva 167-es énekünket énekeljük. Első verszak, így kezdődik a keresztelésre, így készítjük magunkat. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel.
Emelkedjünk föl a helyünkről. Istennek szent lelke, szállj le Miriánk, vezessel minket a szent ige és a sákramentum által, a Krisztus Jézus megismerésére. Amen. Kedves családtagok, kedves ünneplő gyülekezet, mindenkit nagy szeretettel köszöntök, és mindig boldogság és öröm, hogyha látjuk, hogy az Isten házában megjelennek elhívott életű kedves hozzátartozók, hogy egyrészt a gyermekeiket, illetve a keresztgyermeket oda ajánlják az Isten népe közösségébe, valamint amikor felnőtt ember úgy gondolja, hogy ő is ehhez a nagy családhoz szeretne tartozni. Jézus Krisztus volt az, aki számunkra ezt elrendelte, meghatározta. Ő mondta, mielőtt mennyei dicsőségébe elment volna, nekem adatot minden hatalom menjen is földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kérem, foglalják el helyüket, a gyülekezet közössége, és néhány mondatot szeretnék elmondani, hiszen mégiscsak jó lenne tudni, hogy mi történik ezen a szent órán. És a Péter első levele 3. fejezet. Ezt fogom olvasni. Most pedig titeket is megment ennek képmása a keresztség, amely nem a test szennyének a lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért. A feltámadt Jézus Krisztus által, aki miután felment a mennybe, Isten jobbján van, és alávetettek neki angyalok, hatalmasságok és erők. Kedves szülők, keresztülők, kedves fiatalember, ifi hölgy, a felolvasott ige, a hallott péteri ige azzal kezdődik, hogy mi nem a keresztelés. És ezt mindig el kell mondani, mert annyi sok félreértés, annyira sok rárakódó, hagyományos téveszme van a kereszteléssel kapcsolatban, hogy talán a legelején mindig azon kell kezdeni, mielőtt elugrunk a medencébe, hogy na, akkor mi nem a keresztelés. Hát semmiképpen nem névadás, mert hát különösen is Lászlóval igen nagy bajban lettek volna mondjuk az elmúlt 50 esztendőn keresztül, hogy is szólítsák, ha mondjuk ezt a pillanatot kellett volna megvárni. De így vagyok én a drága fiatalokkal is, és biztos vagyok benne, hogy amikor még meg se született, már megvolt a neve mind a két gyereknek. Tehát nem névadás. Ezen kívül azt olvassuk, hogy nem a test szennyének a lemosása. Tudnélik, az a gondolat volt az emberekben, hogy van egy olyan szertartás, egy ilyen varázslatos szertartás, valami magic, valami igazi, olyan történés, csoda, amiben, hogyha be tudnánk jutni, ha velünk is megcsinálnák, akkor az életünk így oldódna meg. És többek között voltak ilyen misztériumok, hogy meghatározott helyen, meghatározott vízbe bele kellett menni, és úgy jött ki az illető, hogy azt gondolta, én egy új ember vagyok. Nem a test szennyének a lemosása. És legfőképpen nem valami olyan szertartás, amit érdemes megtartani, mert tartozunk ennyivel az Istennek, meg egyébként is szép. Nem valami hagyomány. Akkor micsoda? A felolvasott ige segít. Azt mondja, mindenek előtt könyörgés az Istenhez. Imádság. Nem gondoltátok volna, ugye, hogy maga a keresztelés, az, hogy itt álltok, az, hogy én öntöm a vizet, az tulajdonképpen most, ebben a pillanatban megnyitja az eget. Mert az égben, képzeljétek el, a mennyek országában mindenkinek, amikor megszületik, a saját nevére, az Isten mennyei kincses tárában el van készítve egy fiók. Ez így van. Azt mondja a Jelenések könyve, hogy van egy könyv, az élet könyve, ahová be vagyunk írva, és be vannak írva a dolgaink.
De ahhoz a kód, hogy valaki erre jogosult legyen, az a keresztelés. Most gondoljuk el, ott van mindaz, amire szükségünk van. A mi lelki életünkhöz. Szükség van arra, hogy mi teljes értékű emberek legyünk. Mert valamit nem tudunk magunkból kitermelni. Nem tudjuk azt megtenni, hogy én holnaptól őszintébb leszek. Ezt lehet játszani, nem fog menni. Holnaptól jobban fogok szeretni. Ezt is lehet játszani. Lehet játszani, hogy holnaptól olyan szorgalmas leszek, hogy azt a hanovisták azok kölcsönkérik a receptet. Bármit lehet. Csak nem fog sikerülni. Mert a mi megalkotásunkkal egy komplex egységet kaptunk, ami csak az emberi részekből összerakva ezt hozta össze. Hogy mögöttünk dől össze minden, kapcsolatainknak annyi. De odafönt mindez, amire igazán szükségünk van, el van készítve. Csak idáig nem jut el mindenki. Mert ebben a pillanatban megnyílik az a fiúk, ami csak az önöké, csak a tiétek, akik meg vannak keresztelve. Imádság. Másrészt pedig ige hirdetés. Ugyanis azt mondja a fölolvasott ige, hogy ezt a bizonyos evangéliumot, ezt hirdeti meg ez a mostani alkalom. Ige hirdetés. Itt magyarázódik meg, hogy miért kellek én. Mert ezt én mondom. Itt magyarázódik meg, hogy miért kellenek a gyülekezeti tagok. Hogy nem titokban odahaza csináljuk ezeket, és nem magunknak öntögetjük a fejünkre. Mert igét kell hirdetni. Az az ige hirdetés, hogy ennyien itt vannak, és összekulcsolják önökért a kezüket. Az az ige hirdetés, hogy mi egy nagy család vagyunk. És azért kellenek a keresztülők. Kedves keresztülők, ha csak annyit kér a gyerek, hogy karácsonykor legyen már még egy cucc a karácsony falat, akkor valamit nagyon nem jól csináltok. Mert nektek kell meghirdetni azt, hogy te az Isten gyermeke is vagy. Képzeld el, meg vagy keresztelve. Tudsz róla? Apa, anya dolgozik, rengeteg melója van, nem ér rá veled foglalkozni, akkor én mondom meg neked. Ha ezt nem tettétek meg, és úgy lesz a gyerek, és úgy nő föl, és ezért nem kell egy felnőttnek keresztülő, mert ő önmaga is fölfogja, hogy azzal, hogy megvan keresztelve, az Isten családjához is tartozik, ha ezt nem tettétek meg, akkor baj van. És végezetül pedig menekülés. Bemenekülés az életbe. Azt mondja Jézus egy helyütt, aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Senki más. Az üdvösség az a halál után következik ránk. Az a mennyek országa. Aki nincs megkeresztelve, az nem mehet be. A belépő jegy a keresztelés. Így talán kezdjük érteni, hogy milyen fajsúlyú dolog történik itt Karcagon, 2021. augusztus 8-án. Ma a mennyek országának egész serege, angyalok, hatalmasságok, erők mind-mind ide koncentrálnak. És ennek a két-három családnak a dolgával foglalkozik. Mi is, de ők is. Értjük? Ugye, hogy nem csak egy hagyomány? Még egyszer felolvasom, hogy értsük. Most pedig titeket is megment ennek képmása a keresség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért, a feltámadt Jézus Krisztus által, aki miután felment a mennybe Isten jobbjában, és alávetettek neki angyalok, hatalmasságok és erők. Adja az Isten, hogy ezt szerint éljetek. Ámen. Kérem, emelkedjünk föl a helyünkről. Egyetemes egyházunk hitvallását mondjuk el közösen és fennhangban. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát,
a test feltámadását és az örök életet. Amen. Először kérem Lászlót, hogy legyen olyan kedves mondani utánam az eskü szövegét. Kérdezlek téged a keresztelésed előtt. Kész vagy-e elfogadni Isten szövetségét és a Szent Keresztség által a keresztény anyaszentegyház tagjává és Jézus Krisztus követőjévé lenni? Az a válasz, ami oda is van írva, de mondom, hogy a Szentlélek segítségét kérve, igen, kérem, mondja utánam. Isten áldja meg. Most pedig a gyermekek megkeresztelése előtt kérdezem önöket, szülőket, keresztszülőket. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény anyaszent egyháza befogadtassék? Ha igen, felejétek, hogy akarjuk. Isten áldja meg a szent elhatározást. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a gyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testé lelki erőt, hogy fogadásotokat be tudjátok tartani. Most pedig mindannyiunkhoz fordulok, hiszen ez egy családi ünnep. Ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket és természetesen felnőtt testvérünket is szeretetben és imádságban hordozzátok, szülőknek, keresztülőknek, minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben tudják nevelni, illetve a hitben való nevelés és növekedés is megtörténjen. Ha igen, akkor feleljük együtt hangosan, hogy ígérjük, ígérjük. Isten áldjon meg ebben bennünket. Most pedig következik a keresztelés, és mivel ön keresztülő is, ezért akkor önt fogom először megkeresztelni. László, keresztelnekünk téged, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. Anna Eszter, keresztelnekünk téged, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. A magasságos Isten cselekedje, hogy mind felnőtt testvérem, mind pedig a gyermekek továbbra is nőjenek, erősödjenek, gazdagodjanak, legyenek áldottak mindannyiunk előtt, éljenek Isten neve dicsőségére, egyházunk, nemzetünk szolgálatára. Titeket pedig, kedves szülők, keresztülők, áldjon meg és őrizzen meg az Úr, világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, könyörüljön rajtatok, és adjon nektek békességet. Amen. Egy rövid imádságot azért még elmondunk, kérem, hogy hajtsuk meg a fejünket. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked, gyülekezetként, dicsőítünk téged nemzetként. Köszönjük embervilágban az, hogy oltalmazó szeretettel emberi életeket adtál, de nem csak testi, hanem lelki teljességbe is. Mert keresztelés nélkül nem lehet teljes a lelkünk, nem lehet teljes az emberségünk. Köszönjük, hogy erre a felismerésre eljutott egy felnőtt is a maga fél évszázadával, és eljutott ide szülő és keresztülő egy kisfiút és egy kislányt is, oda ajánlva ennek a gyülekezetnek, a te anyaszent egyházadnak. Hallottuk, Urunk, hogy mindig megnyílik az ég fölöttünk, amikor ilyen csoda történik. Nem győzzük eléggé ezt megköszönni. Urunk, minden áldást, minden ajándékot, ami szükséges az ő életükhöz, hogy teljesebb legyen is gazdag, add meg nekik ma, és nekünk is, mert mi
úgy érezzük, hogy fontosak vagyunk neked, és szeretsz minket. Taníts bennünket is szeretni téged. Amen. Kérem, foglalják el a helyüket, és szeretnék gratulálni. Szeretném átadni az emléklapokat. Az emléklapoknak a sajátossága az, hogy ez egy hivatalos okirat, hiszen bélyegző és aláírás is jár vele. Kérem, hogy ezt őrizzék meg, és így is tudnak majd emlékezni, fogtok tudni emlékezni erre a mostani alkalomra. Őszintén gratulálok. Isten iránti hálaadással hirdetem a kedves gyülekezetnek azt, amit magunk is láttunk, mégpedig a kereszteléseket. Megkereszteltük Fábián Róbertet, Finta Lászlót és Dörgő Anna Esztert. Örülök, hogy ez a mostani alkalom sikerült, és eredményes volt abból a szempontból, hogy felnőtt barátunk, ifi ember és a fiatalasszony is megismerkedett a templommal, megismerkedett egy istentisztelettel. És annak külön örülök, hogy az unokahúgom, a húgomnak a lánya is megismerkedett velem, mert ez volt az első alkalom, hogy nem sírt, amikor engem látott. Úgyhogy őszintén örülünk és gratulálunk és kívánunk nagyon jó egészséget mindannyiuknak. Büszkék vagyunk arra, hogy a keresztelés alkalmával gyarapodtunk, ahogyan a tegnapi nap is ez megtörtént. Tegnap is volt egy keresztelésünk, akkor pedig Keszeg Zsombor Botondot kereszteltük 11 órától itt a nagy templomban, és a kis életért a kedves családokkal együtt adtunk hálát. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, sok hirdetni való van, de igyekszem összefogottan elmondani. Egyrészt hirdetem az alkalmakat. Jövő héten csütörtökön, ha Jóisten megtart és élünk, akkor 17 órától a gyülekezeti házban egy bibliaórát tartunk. Jövő hét vasárnap 9 órától a Kiskulcsosi Református templomban, 10 órától itt a nagy templomban találkozhatunk. Azok, akik bennünket figyelnek és hallgatnak, ha tehetik, jöjjenek el. Legyünk ilyen testvéri közösségben, ha nem képesek rá, akkor pedig lélekben, abban az időben kérem, hogy legyenek velünk, imádkozzanak értünk. Előre megköszönöm azt a persei pénzt, amit be fognak dobni a perselybe. Ez is a hitvallásunknak a része. Ez megtörtént a múlt héten is, a nagy templomban 38.690 forint volt. Kiskulcsosan 11.500, tehát összességében 50.190 forint volt. Egyéb adományok is érkeztek, ezt is megköszönöm. Balatonszárszói konfirmandus táborra egy család 40.000 forintot adott, a Talentum óvodára szintén egy család 10.000 forintot. Egy fő részére 18 év fölött 10.000 forint az egyház fenntartói járulék. Nem csak örömteljes, hanem szomorú alkalmak is történtek a gyülekezetünkben. Az elmúlt héten 4 kedves lelket kísértünk a földélét utolsó útjára. Itt vannak a hozzátartozók, ígérjük, és a képességeink és a lehetőségeink szerint meg is fogjuk tenni, hogy mi is méltó módon fogjuk őrizni az ő szeretteik emlékét, és imádkozni fogunk lelkük megvigasztaltatásáért. Mindenek előtt a szerdán 10 órától
eltemetett Varga Gáspárné Karászi Róza, Rózsika néni veszteségét fogjuk nehezen hordozni, hiszen ő a gyülekezetünknek a nagyon aktív tagja volt, korábban Rákóczi utca 5 szám alatt lakott. Isten vigasztalja meg a gyász fájdalmában itt levő kedves hozzátartozót, és természetesen szeretettel köszöntjük azokat, akik nem tudtak eljönni, de ők is a szívünkben vannak. Ugyanígy nagy szomorúságunk, hogy egy nagyon kedves asszonytestvérünk, aki sokat volt a gyülekezetben, a nőszövetségünknek is a tagja volt, Csordás Sándorné Hajdú Erzsébetet is el kellett temessük. Őt a borüdülő temetőben temettük csütörtökön 11 órától, és életének 95. esztendejében hunyt el, és a Kossuth tér 11-13 szám alatt lakott. Erzsike néni, hozzátartozó jelenlévő, kedves családtagok, és mindazok, akik távolban gyászolják, higgyenek abban, hogy az az erő, az a lelki támasz, amit kapott Erzsike néni hosszú élete folyamán, az nekik is föl van ajánlva. És ami olyan kedvessé tette őt számunkra, az a lélek az önöké is lehet. Szintén csütörtökön 13 órától egy családhőt, egy erős embert, egy jó embert, egy szorgalmas, a mások bátorításában, biztatásában, és a mások számára optimizmus hirdetésében elöljáró férfi embert, Nátházi Jánost temettük, aki a déli temetőben került, elhunyt kedvese, korábban elindult kedvese mellé a sírba. Ő életének 90. esztendejében hunyt el, és a Vörösmarty utca 37/A szám alatt lakott. Jelen vannak az árvaság teljes súlyát átélő gyermekei, önökön keresztül az egész családnak kérjük Isten vigasztaló kegyelmének a kiáradását. És pénteken 17 órától a borüdülői temetőben, életének 51. esztendejében elhunyt Balogh Tibort temettük, aki a Déli Báb utcában lakott, és az ő általa kért 23. Zsoltár volt az, ami alapján hirdettük az evangéliumot. Összegezve a négy család számára Ézsaiás prófétánál megért igét szeretném idézni, akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Bízzanak az Úrban is, lesz erejük elfogadni az elfogadhatatlant. Sajnos már kedden a déli temetőben egy szomorú alkalomra vagyunk hivatalosak. 11 órától fogjuk Nagy Istvánné született Márki Erzsébet Máriát eltemetni, aki mindössze 44 éves volt, és váratlanul szakadt le az őt szeretők szívéről. A Mikszáth Kálmán utca 20 szám alatt lévő családot e helyről is szeretettel és együttérzéssel hordozzuk a szívünkben. Vannak közöttünk olyanok is, akiknek nem friss, de soha el nem évülő a fájdalom. Emlékharanggal fogunk majd emlékezni és emlékeztetni Isten tiszteletünket követően El Nagy Lajosné született Kabai Ibolyára, Kabai Imréné született Csontos Margitra és Kabai Imrére, akik nem csak rokonságban vannak, nem csak egy vérből valók voltak, hanem mind a hárman augusztus 9-én látták meg a napvilágot. Nincsenek itt közöttünk, de itt van a hozzátartozó, és e helyről is ugyanazt kívánjuk, amit ő maga kért, hogy mondjak el, idézem, áldott legyen a lelkük. Ez azt jelenti, hogy legyen Istennél az ő lelkük, és találják meg az örökké valóságot. És végezetül hirdetem, hogy csoportos keresztelésre lehet jelentkezni. Mi november 7-ét megünnepeljük, mert akkor lesz 10 órától a csoportos keresztelés. Mi ilyen vallásos november 7-ét ünneplők vagyunk, és lehet rá jelentkezni a lelkészi hivatalban, illetve telefonon tessenek bennünket keresni. Ahogyan hallották, ez egy életbevágóan fontos dolog, hogy meglegyünk keresztelve, mert
kívül maradunk az Úristenem. Isten áldjon meg bennünket, és kérem, hogy most viszont mindenki fogadja az igei áldást, hiszen eddig még ezt nem kaptuk meg. Végezetül pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Atyánknak el nem múló szeretete, a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Helyünket elfoglalva, már csak ennyi van hátra, hogy a záró éneket bejelentsem és énekeljük. Kívánok mindenkinek további áldott szép vasárnapot, jó egészséget, találkozzunk jövő héten. Első és második verseit fogjuk énekelni ennek a szép éneknek. Rád tekint már hitem, megváltom Istenem, így kezdődik a 466-os dicséret. Köszönöm szépen!
kapu megfelelően. Köszönöm.